Szépek lesznek. Tovább, ezúttal számba visszamegy.
városi, a vallásos és a ateista, az első generációs vagy több generációs értelmiségi szülők értékrendjében. Értékközésben és közvetítésben a család, mint elsődleges szocializáló terep mellett jelentős szerepet az iskolának, valamint a kortársoknak. A kortársak hatása különösen a zsebkőkorban erősödik fel, amikor a szülői értékrendnek teljes mértékben ellentmondó benyomást érik a fiatalokat. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szülők értékközvetítő tevékenysége nyom nélkül múlik el, inkább csak az, hogy a szülőnek nap mint nap keményen kell küzdenie a világról a kifiakra zúduló többségeiben káros hatásokkal. Szülőnek lenni, gyermeket nevelni, valljuk meg a harmadik évezredben is ember próbáló feladat. Ami azonban sohasem változik, az a feltétlen és önzetlen szeretet. Kedves végzős diák! A vallomási tarisznya, amelyet vállalatokból viseltek, egy-egy emlékkönyvet és fogácsát tartalmaz. Emellé útra valóként fogadjátok szeretettel néhány jó tanácsot. Tekintsetek kellő optimizmussal a jövőbe, formáljátok olyan a világunkat, hogy jobban érezzük magunkat benne. Bízzatok magatokban, legyetek képesek a legjobbat kihozni mindabból, amivel a Teremtő megajándékozott benneteket. Váljatok boldog, kiegyensúlyozott és elégedett felnőttekké. Ugyanakkor őrizzétek meg tiszta ártatlan gyermekeleteket is. Járjatok nyitott szemmel a világban, utazzatok, ismerjetek meg más kultúrákat, fejlesztétek idegen nyelvtudásokat. Ne sietessétek az időt, ne rohanjatok, élvezzétek a mindennapokat, apró öröneit. Tervezzétek meg bölcsen karriereteket, tűzzetek ki konkrét célokat, és tegyetek azok megvalósításáért valódi erőfeszítéseket. És ne csüggedjetek akkor sem, ha alkalmunkért újra tervezésre lesz szükség. Vállaljatok felelősséget szavaitokért, tetteitekért, ne keressetek ki magunkat, legyen előttök küzdeni, legyőzni az akadályokat. A hétköznapok arcaihoz merítsetek elő szüleitek, nagyszüleitek példájából, iskolai szellemiségéből és azokból az emberi kapcsolatokból, melyek itt a működőségek. Találjátok olyan közösségeket, ahol megvalósíthatjátok a gyógyatokat. Választhatok bármilyen hivatást, ám ne felejtjétek, hogy az ember nem önmagányban van. Élete, munkája akkor értékes és maradandó, ha másoké alatt is szolgálja. Legyetek igényesek önmagatokkal szemben. Nem a youtuberek, az influencerek ma, hogy trendi életét akarják élni, hanem a magatokért. Törekedjetek saját életszemlélet, szilárd erkölcsi értékrend kialakítására. Ne kárpáztasson el benneteket az online világ képmutatása, a civilizáció felszínessége. Őrizzétek meg iskolákat jó emlékezetetekben, gondoljatok egy kis közösségére úgy, mint egy nagy családra, mely befogad és hazavár benneteket. A néplélek kollektív bölcsességét tükröző, ír népi áldás szavaival kívánok magam, kollégáim, az intézmény valamennyi tanulója és dolgozója nevében minden végzős diáknak jó erőt, egészséget, a hétfőn kezdődő érettségi vizsgákhoz pedig sok sikert. Legyen előtted mindig út, újjon hátadról a szél, melegessüsse arcodat a nap, az eső humán esse a völgyeidre, s míg találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Köszönöm a figyelmet. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm tanárainkat, meghívott vendégeinket és ismerem valamennyi tanulóját. Engem érdekel megtisztelni, hogy a végzősök nevében elköszönhetek szeretett iskolát. Amikor először jöttem a tanítói ünnepségre a Pincibe, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar előtt majd az idő. A környezetek itt az alfamáter, amelyben szép lassan felnőtté érzik. És itt van körülöttünk mindenki, aki ezt az elmúlt négy évet kedves tanárok, ezután szeretnék megköszönni támogatásokat, segítségüket, az iránymutatásaikat és azt a rengeteg tudást, amelyre önökért sohasem tehetünk volna szert. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhatunk önökhöz, bármilyen problémára is voltunk.
Most kezdődik igazán az élet. De azért még szükségünk van a tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettek bennünket az útunkon. Kedves ünnepek, kedvesek! Eljött a pillanat. Búcsúzni kell a vezetőtől, osztálytársaktól, barátoktól. Bizonyára emlékeznek, amikor még újaként, pirosnákat és farkasoknak összözve igazi kezdésére vattak benneteket. Gyorsan elvettük én is, de remélem, mindannyian a lehető legjobban kihasználtatok azt, és sok szép emlékkel távoztok. Ennyire még kirizítettétek fel az épületet, és kiálltok a sorban. Már viszont kinőttétek a középiskola falait. Értetek a köztükben ünnepő ruhába, és igyekeztünk szépé és emlékezetessé lenni számosokra ezt a napot. Találom, hogy